Nekem nincs útlevelem, nincs gazdag rokonom, nincs pénzes barátom. Millió sárba ragadt paraszt a szomszédom, ezeknek a sorsa az enyém, és az is marad. Örökre. Nekem csak térkép a nagyvilág. Talán soha se látom Párizst, Rómát, soha se látom Amerikát, sem a dél-tengeri szigeteket. Barnás folt maradt számomra a sziklás spanyol föld, és zöld folt marad a szibériai sztyepp. Azt mondta egyszer valaki, úgy mondják egy görög bölcs, adj egy szilárd pontot, és én kifordítom sarkaiból a világot. Én megtaláltam ezt a pontot. Legalábbis önmagam számára. Ez a föld az, amelyen élünk. A szíksós puszta, a ragadós televény, a szaladó homok és zöldelő dombok földje Magyarország. És a 10 millió magyar, aki benne él. Hogy szépe a mi hazánk, szebben, mint mások, én nem tudom, nem is keresem. Hogy fegyverrel hódítottuk, vagy munkával szereztük, beköltöztünk-e, vagy a földből nőttünk, mindegy. Ma már egyek vagyunk vele. Napunk közös a többiekével, de a mi csirráinkat is feléleszti. A felhők elszállnak felettünk, de esőiktől a mi füveink is nőnek. A mások szép és gazdag földjét én hát nem irigylem. Lábammal bokáig járok a magyar sárba. Arcomat kicserzi az éles pusztai szél. Szememet kicsire húzza a kemény, sivatagi napfény. Gondjaim lehúznak a földre, vágyaim fölemelnek a felhők fölé. Nincsen más számomra, csak emésztő töprengés. Forró vágyak és kemény akarat. Ide kell hoznunk a nagyvilágot. Ide kell hoznunk mindent, ami szép, ami jó, ami nemes. És amit érdemes.
Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves megjelentet. Nemzeti ünnepünk és a Balmazújváros városi címe újbóli elnyerésének 30 éves évfordulója alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésen. Külön köszöntöm dr. Szűrös Mátyás volt ideiglenes államfőt, dr. Tiba István országgyűlési képviselőt, Hegedűs Péter polgármestert, Csiha Gábort, a Balmazújvárosi járási hivatal vezetőjét, dr. Hajdú Miklós jegyzőt, Fekete János vezetőfőtanácsost. Köszöntöm a lengyelországi Vancúr testvérvárosunkból érkező delegációt, külön Rafał Kumek polgármestert és Adam Opalkát, a közgyűlés elnökét, a Gulbenéből érkezett Lett testvérváros delegációjának képviselőit, a környező települések polgármestereit, Szabadi Árpád Esperest és Hasulyó János plébánost, Balmazújváros-város önkormányzata képviselőtestületének tagjait, a megjelent hivatal és intézményvezetőket, köszöntöm meghívott vendégeinket és Balmazújváros lakosait. Az ünnepség nyitásaként a himnuszt követően Molnár László Jászai Mari díjas színművész előadásában Veres Péter, Én nem mehetek el innen című versét hallhattuk. Most pedig Babits Mihály Petőfi koszorúi című költeményét adja elő. Hol a szem? Szemével farkas szemet nézni. Ki meri meglátni? Ki meri idézni az igazi arcát? Ünnepe vak ünnep. E máj napoknak szűk folyosóin a szavak úgy lobognak, mint az olcsó gyertyák. Szabadság csillaga volt hajdan a magyar, de ma már maga se tudja, hogy mit akar. Talány zaja csöndje, és úgy támolyog az idők sikátorán, mint átvezetett rab a fogház udvarán börtönből börtönbe. Ki ünnepli őt ma? Mikor a vágy, a gond messze övétől, mint sastól a vakonda, vagy gyáván bújik, s a bilincses ajak rabszavakat hadar. Csak a vak megszokása süket hivatal hozza koszorúit. Ó, vannak koszorúk. Keményebbek, mint a deszkák, súlyosabbak, mint hantjai kint a hideg temetőnek. Kelj, magyari fiúság! Tépd le a virágot, melyet eszméinek ellensége rádob emlékére, kőnek! Kelj, magyari fiúság! Légy te a virág magad! Nem drótos füzérbe görbítve! Légy szabad virág, szabad földön! Hogy árván maradt, megrablott birtokám, mondhassa a magyar, kicsi az én szobám, kicsi, de nem börtön. Ha vagy virág vagy te, hazám ifjúsága. Légy virág, légy vigasz. Legyen lelked szabad, legyen hangod igaz az ő ünnepségén. Koporsó tömlöcét, aki elkerülte. Most hazug koszorúk láncait ne tűrje eleven emlékén. Kedves megemlékezők, e jeles évforduló alkalmából ma újra városunkba érkezett dr. Szűrös Mátyás volt ideiglenes államfő, aki 30 évvel ezelőtt az országgyűlés elnökeként pontosan ezen a napon adta át dr. Veres Ferenc tanácselnöknek a városráavatást tanúsító oklevelet. Felkérem dr. Szűrös Mátyás volt ideiglenes köztársasági elnök urat, hogy mondja el ünnepi köszöntőjét. Kedves jelenlévők, kedves balmazújvárosiak,
Szeretettel köszöntöm én is Önöket. E kettős ünnep tulajdonképpen kettős megemlékezés. Egyrészt azért az nagyon fontos, március 15-e van, 1848-49-ben zajlott le a csodálatos forradalom és szabadságharc, és egy nagy korszaka volt Magyarországnak, a magyar történelemnek a reformkor, amikor kialakult, megteremtődött a korszerű magyar nemzet, és amikor nemzeti egységben léptek fel elődeink a színtérre, a harctérre, a magyar szabadságért és függetlenségért. Ez példa és tanulságos számunkra egy vér nélküli forradalom, amely egy új korszakot nyitott, mint említettem, Magyarország történetében. Akkor ez a nemzeti egység segítette ki népünket, nemzetünket, hogy összefogva felkeljenek és szabadságharcot vívjanak az elnyomókkal és az idegen hódítókkal szemben. És azt szeretném még kiemelni, hogy ha párhuzamot vonunk a mai helyzet és az akkori helyzet között, elég sok a hasonlóság. Én azonban csak annyit mondok, hogy nagyon fontos volt a nemzeti egység, amely akkor kialakult, és amelyről gondoskodtak az akkori vezetők, és a másik, hogy a vezetők is tiszteletben tartották egymást, nem próbálták őket bemocskolni, vagy lejáratni. Kossuth és Széchenyi között voltak különböző nézeteltérések, nem is kicsik. De Kossuth azt mondta Széchenyiről, hogy ő a legnagyobb magyar. Széchenyi ezt nagyon kedvesen viszonozta, hogy Kossuth Lajos a nemzet, illetve a forradalom szíve. Majd Kossuth Lajos nevezte Deák Ferencet a haza bölcsének. Jó lenne, ha ma is a vezetők így mértékben tiszteletben tartanák egymás nézeteit, és a nemzet, a haza, a szabadság és függetlenség érdekében kialakítanának egymás között jó viszonyt. Engem pedig kísértenek a Kossuth terek, ugye Budapesten is a Kossuth téren kiáltottam ki a harmadik magyar köztársaságot, és itt is most másodszor vagyok a Kossuth téren. Tudom, hogy Balmazújvárosban a Kossuth kultusz és a kossuthi hagyományok ápolása mindig szívügye volt a lakosságnak. Tisztelt jelenlévők! Tehát 30 esztendővel ezelőtt ugyanezen az erkélyen álltunk itt többen, és újból várossá nyilvánítottuk, avattuk Balmazújvárost. Ezért én magam is tisztelettel köszöntöm a város mostani vezetőit, a választott testületét, polgármester urat, mindenkit, aki gondoskodik a város boldogulásáról, fejlődéséről. 30 esztendővel ezelőtt itt álltunk, és azon emberek közül már többen nincsenek közöttünk. És hát persze az idő az végtelen, tudják, a tér és idő végtelen, de számunkra, földi halandók számára 30 esztendő azért nagy idő. Nagy idő, és hát ezen idő alatt új korosztályok nőttek fel, új fiatalság lépett színre. Akik gondoskodni fognak Balmazújváros jelenéről és jövőjéről, összefogva persze az idősebbekkel, hogy boldoguljon ez a város, mint ahogy azt kívánjuk, hogy boldoguljon
egész hazánk, szülőföldünk, a Kárpát-medencei hazánk. A múlt története lehet példa, lehet akár elrettentés is, de mindenképpen belőle ered jelenünk, mint ahogyan a fiatal növények, a csemeték is a régiek által megtermékenyített talajba eresztik gyökereiket. És amikor jobban megy viszonylag a sorunk, nem árt szem előtt tartanunk és figyelnünk a következőre. Ha a jelen megpróbál törvényt ülni a múlt fölött, elveszíthetjük a jövőt. Ezek egyébként Churchill szavai. Ezért kiinduló pontként, illetve alapállásunk kialakításához érdemes nem megfeledkezni két dologról legalább. Azért, hogy ne szálljon fejünkbe a dicsőség. Az egyik az, hogy az erkölcsiség maga az igazság. Aki letér az erkölcsiség útjáról, könnyen elhagyhatja az igazság útját. Tévedhet, sőt csalhat, másokat is károsíthat. A másik dolog, hogy világunkban, ezt kérem figyeljék, az autók egyre jobbak lesznek, de az emberek nem feltétlenül. Az emberi lény, annak ellenére, hogy sokkal többet tudunk, sokkal több az ismeretünk a világról, dolgainkról, de nem biztos, hogy az emberi lény jobb lett. Pedig arra kellene törekednünk, hogy az emberek maradjanak, és becsüljék meg egymást, szeressék embertársaikat. Erről egyébként Martin Walser írt, ez egy német író, az a regényének címe, hogy Kényszer virágzás. Ezt az írót ma Németországban a németek lelkiismeretének tartják. Mert tudják, mi történt Németországban is. Megbicsaklott a német, annak a civilizált, kulturált nemzetnek a lelkiismerete a holokausz miatt és a második világháborúban elkövetett bűnei miatt. Nehezen tér magához. És meg kell mondani, hogy ő látja azt, hogy ma is az öldöklést, a pusztítást, egymás bántását nem hagyják abba az emberek, pedig le kellene vonni a tanúságot a történelemből. Tudnilik, már legalább egy fél százada, talán több is már, három nagy veszély fenyegeti az emberiséget, amit egyébként jó részt maga az ember alakított ki. Az egyik a nukleáris fegyverek léte és elterjedése. Talán emlékeznek rá az idősebbek mindenféleképpen, hogy a 80-as évek közepén Reagan elnök irányításával az amerikaiak meghirdették az úgynevezett csillagháborús tervet. Ennek az volt a lényege, hogy bizonyos rakétarendszereket a világűrbe helyeznek el, és ezzel fogják térre kényszeríteni a Szovjetuniót. Ennek a kigondolója egyébként egy kiváló magyar atomfizikus, Tellerede volt, ő biztosította ennek a tudományos részét. Ez valóban megrobbantotta a Szovjetuniót, és a világban egypólusú rendszer alakult ki, az Amerikai Egyesült Államok uralta a világot. Ez az egyik dolog, amire ügyelnünk kell, mert most megint egy újabb fegyverkezési verseny indult el. Az amerikaiak, most már Trump elnök vetette be ezt a gondolatot, miután Oroszország összeszedte magát, és Oroszországnak most vannak jobb
rakéta rendszerei, mint Amerikának, ezt nem tudja eltűrni Amerika, és újabb csillagháborús terveket szőnek. A másik dolog, a természeti környezet rombolása, pusztítása, a klímaváltozás óriási terheket jelent és veszélyt az emberiségre. És a harmadik, a föld túlnépesedése. Ez utóbbinak a megnyilvánulása például a migránsáradat, ami sok gondot okoz Magyarországnak, de egész Európának és a világnak is. Kínának már 1,4 milliárd lakója van. Indián is túlhaladta az 1 milliárdot, és lehet, hogy India megelőzi a tekintetben majd Kínát. Brazília, Indonézia, Afrika. A túlnépesedés veszélye fenyegeti a világot, és ez a veszély csak növekedni fog, ha nem figyelünk oda, és Európában nem tudunk olyan helyzetet teremteni, hogy megvédjük keresztény kultúránkat, nemzeti mi voltunkat. Ez egy talán kicsit szomorú képet festettem, de meg kell mondanom, hogy mindennek ellenére Magyarország helyzete mostanság biztatóan alakul. Pedig milyen göröngyös út volt, ami eddig vezetett. Emlékezzünk csak, volt ennek a városnak egy nagyszülöttje, akinek a versét hallottuk, és meg kell mondanom, hogy mindkét vers nagyon illik ehhez a kettős emlékezéshez és ünnephez, és gratulálni tudunk az előadónak. Tehát volt egy nagyszülöttje ennek a városnak, Veres Péter, aki, mint a versből is kiderült, arra törekedett, hogy hozzanak ide minden jót és szépet, ha csak lehet ebbe a városba. De akkoriban ez a város, ahogy Sütő András, másik jeles írónk írta, a klasszikus szegénység állapotába leledzett. És jellemző volt a település, a földmunkás és az agrárszociális, agrárszocialista mozgalmak egyik fontos tiszántúli helyszíne volt. Ezen túl vagyunk. Így és Gyula Veres Péter temetésénél a koporsója előtt azt mondta, lángelmét temetünk. Kétségtelen ez az ember olyan magaslatokra emelkedett kulturális szellemi élet, értelemben, hogy lángelméje volt az országnak. Nos, 1989-ben, 30 esztendővel ezelőtt, tehát ismételten, vagy újból várossá avattuk Balmazújvárost. Új szelek fújtak akkor Magyarországon. Emlékezzünk csak! Európában akkor is Magyarország, de legalábbis Közép-Kelet-Európában élen járt a rendszerváltozás előkészítésében. Akkor márciusban kezdődtek meg a szakértői tárgyalások, megbeszélések a nemzeti kerekasztal tárgyalások előkészítéséről. Akkoriban újra alakultak a történelmi pártok. Új pártok jöttek létre, és meg kell mondani, hogy ezen pártok törekvései között sikerült egy összhangot teremteni. Valamennyien arra gondoltunk, hogy ha már az úgynevezett létező szocializmus megreformálhatatlan, mert először arra gondoltunk, hogy igen, akkor békés átmenetet kell előkészítenünk a demokrácia és a jogállamiság jegyében. Ezt sikerült megtennünk, és a viszonylagos nemzeti egység segített bennünket abban, hogy Magyarországon
ugyanúgy, mint ahogy most elhangzott Budapesten is, 1848-49-ben, vagy legalábbis 48-ban vértelen forradalom zajlott le. A rendszerváltás pedig egy puskalövés nélkül történt meg, nem minden volt szocialista országban így csinálták ezt meg. Nekem akkor kétféle dolog lebegett a szemem előtt, tézisként. Arra törekedtem, ezt próbáltam erről meggyőzni másokat is, hogy végre Magyarországon ötvözni kellene a polgári demokrácia és a szociáldemokrácia vívmányait, értékeit. Ez volt az egyik. Hát tudják, hogy ez sajnos nem így sikerült. Nem sikerült szociális piacgazdaságot kialakítani elejétől kezdve, hanem a kapitalizmusnak elég vad változatával indítottuk a változásokat, és hát annak idején Krisztus ugyan kiverte a kúfárokat a templomból, de nekünk nem sikerült a kúfárokat kiverni a hatalomból, illetve újabbak férkőztek be a hatalomba. Talán emlékeznek rá, hogy a akkori kormánypárt megállapodott az SZDSZ-szel, és neoliberális vezetőket iktattak be, illetve vettek be a hatalomba, akik aztán olyan politikát folytattak, ami 1944-ben, amikor az MSZP is szövetséget kötött az SZDSZ-szel, ez a politika elvezetett az úgynevezett bokros csomaghoz, a megszorításokhoz. Kérem szépen, ezért nagyon fontos most, hogy támogassuk abban a fő politikai erőket és a kormányt, hogy ez a viszonylagos nyugalom és előrehaladás, ami jellemzi a helyzetünket, ez tartóssá váljék. Mert ez még gyenge lábakon áll, de jó irányba halad az ország, és ezt úgy gondolom, párthova tartozás nélkül támogatni kellene, mert hiszen látják, hogy milyen megosztott a magyar társadalom. Elég sok a nemzetietlen gondolkodású ember és vezető ebbe az országba. Kiküldték őket a magyar választók például Brüsszelbe, és nagy pénzért ócsárolják saját hazájukat. Valamikor saját országunk ellen szavaznak. Elképesztő. Mindezen jó lenne változtatni, hiszen új választásra készülünk az Európai Parlamenttel kapcsolatban. A másik dolog, és hát így bekerültek a hatalomba a neoliberálisok, a nemzetietlen erők, és elég küzdelmes az utunk. A másik törekvésem az volt, hogy a határon túli magyarság, miután a nemzet részét képezi, adjunk meg minden támogatást és szolidaritást, vállaljunk a határon túli magyarokkal. Ez a két tézisem egyébként bekerült az akkori alkotmányba, és hát ennek értelmében történtek is bizonyos erőfeszítések. Ma elég jól állunk a Kárpát-medencében az összmagyarság ügyét tekintve, de hát itt is még sok a tennivaló. Ahhoz, hogy tovább haladjunk sikeresen, nagyon fontos, hogy nemzeti egység legyen ebben az országban. Klasszikus értelemben sajnos ma még nincs nemzeti egység ebben az országban, de van nemzeti többségi akarat a parlamentben. És azt hiszem, hogy ezt meg kell őriznünk. Bármit is mondjanak nyugaton, hogy ez egy pártrendszer, mert kétharmados többsége van, ezzel nem célszerű feltétlenül
sokat foglalkozni, hanem valóban arra kell törekednünk, hogy ebből a nemzeti többségi akaratból, parlamenti többségből nemzeti egység jöjjön létre. És a másik dolog, hogy a gazdaságnak tartósan, a gazdaságot tartós alapokra kell helyeznünk, mert a szuverenitásunkat, függetlenségünket, előrehaladásunkat csak úgy tudjuk továbbvinni és megőrizni és kiteljesíteni, ha megvan a nemzeti egység, megvan a gazdaság előrehaladása, és persze van megfelelő korszerű honvédelmünk is. Ezeket kell szem előtt tartani, és akkor úgy gondolom, hogy az ország egésze jó irányba fog továbbra is haladni, és az országon belül az olyan kisebb városok is, mint Balmazújváros, meg fogják találni a számításukat, és előre fogunk haladni. Még engedjék meg, hogy kitérjek arra, hogy március 15-ével kapcsolatban mindig megerősítjük a magyar-lengyel kapcsolatokat. És nagyon örülök annak, hogy itt is jelen van a lengyelek képviselője, mint ahogy Budapesten is ott volt a lengyel miniszterelnök. Nekünk ez nagyon fontos. Ilyen jók még a kapcsolataink a szomszédos országokkal, mint Lengyelországgal. Ez ugyan már több mint 1000 éves barátság, de a csehekkel, a szlovákokkal, a szerbekkel és másokkal is jó. Van még hiányosság, mindenkit nem említettem, mert mindenkiről, minden szomszédunkról nem lehet ezt elmondani. Jó irányba haladunk. Azt kívánom, hogy boldoguljon Balmazújváros lakossága, és szép hazánk is viruljon a Kárpát-medencébe. Köszönöm a figyelmüket! Felkérem Fekete János vezető főtanácsos urat, hogy mondja el megemlékező beszédét. Tisztelt ünneplőközönség, kedves vendégek, kedves barátaim! Ez a város születésem helye. Petőfi sorai az Alföldről, a szép nagy rónaságról, sokunk fülében, szívében ott van. Ha meghallom szülőhelyem nevét, Balmazújváros, különös érzés fog el. Eddigi életem nagy részét itt töltöttem. Itt voltam gyerek, itt voltam kamasz, itt váltam felnőtté, itt alapítottam családot. Nekem a német falu, a Daru, a Bánlak, a Szigetkert, az Újvilág, a Kossuth tér és környéke a szülővárost jelenti. Épp úgy, mint az óvodák, iskolák, a kastély, a művház, az egykor volt szülőotthon, a gépállomás, a TS-ek vagy a biligyár. Darusi pedagógusként, később könyvtárvezetőként, majd hivatali dolgozóként nagyon sok embert megismertem. És a mai napig jó érzés hazajönni Újvárosra, jó találkozni rokonokkal, ismerősökkel, barátokkal, egykori tanítványokkal, munkatársakkal. Büszkeséggel tölt el, hogy aktív részese lehettem a 30 évvel ezelőtti várossá nyilvánításnak. Mint ahogy büszkék lehetnek mindazok az újvárosi emberek, akik napi munkájukkal hozzájárultak Balmazújváros fejlődéséhez. Balmaz nevével írott forrásokban a 15. században találkozunk. 1450-től Szilágyi Erzsébet, Mátyás király édesanyja lett a falu birtokosa. 1465-ben egyesült Hímes és Balmaz. Az egyesült település, ettől kezd az oklevelekben Balmazújvárosként emlegetve, 1465-ben mezővárosi jogot kapott. Hosszú lenne most részletezni a település történetét, a háborús nehézségeket. Nem csak a háborúskodások, hanem az 1739-es pestis járvány is súlyosan érintette Újvárost. A járvány következtében a lakosság fele elpusztult. A 18. század második felének talán legnagyobb eseménye volt Balmazújvároson a német nemzetiségűek betelepítése 1766-ban. Éppen jókor, mert a pestis járvány miatt lecsökkent a lakosság száma, hiány volt munkaerőből.
Ekkor költöztek ide sokunk ősei, a Szejfert, a Kerekes, a Takács, a Gém, a Siling, Kunkli, Pincés, a Juhász családok, és sorolhatnánk hosszasan, hosszan sorolhatnánk még a sort. A Balmazújvároson új otthonra találó németség hamar berendezkedett és beilleszkedett, és a mai napig példaértékű, ahogyan itt a magyarok és a nem magyarok egymásra utalva, egymást erősítve, segítve békességben éltek és élnek. Az Andrássy család kihalása után Első Ferenc király Balmazújváros a Semsey családnak adományozta. Városunk az 1810-es években a Semseyek által végrehajtott községrendezéssel nyerte el szabályozott utcahálózatát. Ebben az időszakban épült mindhárom templom, a Semsey kúria és a városháza. 1895-ben a grófi családi birtok egy részét szétosztották az újvárosiak között. De a földtelenek még mindig többségben voltak. Ők indították meg az agrárszocialista mozgalmat. 1905-ben létrejött a Földművelő Egylet, a századforduló közelében alakultak meg a különböző olvasókörök. Ezek kulturális összetartó, közösségteremtő ereje igen nagy volt, és ma is az. Az 1848-49 évi szabadsághoz idején Balmazújváros sok katonát küldött Kossuth zászlaja alá, és egy tartalék honvédsereget is itt képeztek ki. Különösen népszerű volt itt Kossuth személye. Városunk főterét és a Németfalu főutcáját is róla nevezték el. 1898-ban a közköltségen állították fel Kossuth mellszobrát, melyet ma is megkoszorúzunk. Mint látható, az elmúlt évszázadokban sok nehézségen, megpróbáltatáson, küzdelmen esett át településünk. De sok szép eredmény is született az itt élők szorgos munkájának, összefogásának, együttműködésének köszönhetően. Emlékeznünk kell elődeinkre, azokra a híressé vált vagy alig ismert újvárosiakra, akik az évszázadok során, vagy éppen napjainkban élhetővé, fejlődővé formálják településünket. Emlékezzünk szorgalmukra, tehetségükre, emberségükre. Pozsonyi József történész barátunk kutatásaiból tudhatjuk, hogy Semsey Andor a magyar tudomány legnagyobb mecénása volt. Bérbeadott újvárosi birtokainak hatalmas jövedelmét tudományos és kulturális célokra áldozta. Vagyonát nem kártyára, nem lóversenyre vagy szórakozásra költötte, nem volt jachtja, nem volt vadászháza, még vadászpuskája sem. Aszkéta életet élt, hogy megvalósítsa élete fő tervét, segíteni a tanulni vágyó tehetséges fiatalokat, támogatni a tudományokat, a kutatást. Mint mondta, nem áldozat mindez, csak kötelességemet rovom le. Mindnyájunk kötelessége az, hogy hazánk előrehaladásán munkálkodjunk. Ő maga is tudós ember volt. Nagy öröm, hogy a hazai és a nemzetközi tudományos életben ma is több újvároson született, vagy újvárosi vált szakember vesz részt. Szejfert Ferenc és Posta József tegyész professzorok innen indultak és jutottak el a legmagasabb egyetemi katedráig. Ifjú Baki Zoltán történész levéltáros egyre elismertebb szereplője a hazai tudományos életnek választott szakterületén. És szólnom kell a közel 50 éve itt élő Pozsony József történész kutatóról, akinek, ha jól számoltam, eddig 10 olyan tudományos megalapozottsággal írt könyve jelent meg, amelyik Balmazújvárosról vagy balmazújvárosiakról szól. És mindemellett a hazai genealógia, a családfokutatás talán legelismertebb művelője, szakembere. A tudomány mellett az irodalomban is büszkélkedhetünk jelentős helyi szerzőkkel. A Városi Könyvtár névadója Lengyel Mennyért, aki itt született, és aztán színpadi szerzőként, filmforgatókönyvíróként vált világhírűvé. Itt látta meg a napvilágot Veres Péter, író, politikus, akiről Csóri Sándor azt írta: Veres Péter nekem Veres Péter, nem külön író és nem külön ember, a magyarság egyik legfölismerhetőbb és legemlékezetesebb alakja. Jókai Anna emlékezéséből idézek. Bölcs volt. Eleven példázata annak a bölcsességnek, amelyik nem kívülről kövesedik az emberre, mint egy páncéling, hanem belülről nő, magról, és úgy takarja körül aztán az embert örökzöld lombjaival. Büszkék lehetünk, hogy az irodalomban is vannak jeles újvárosi szerzők, Kortárs Ferenc író, műfordító, Szalai Csaba, Ószabó István, Gavallér János, Posta Marianna költők, Szakács István, Juhász Julianna prózaírók,
és van két ismert pedagógiai szakírónk, Radószné Bálint Ildikó és Antal Judit. És ne felejtkezzünk el a helytörténetírókról se, fontos és hasznos időnként leemelni a polcról, és beleolvasni Varga Antal, Budai István, Király István, Vajda Mária, Katona Mária könyveibe. A képzőművészet terén is több tehetséges alkotóval büszkékedhetünk. Az alapokat, azt hiszem, Horváth Imre rajztanár festőművész rakta le. Itt született Tar Zoltán festőművész, innen Balmazújvárosról indult Kányási Hol Margit iparművész, Palotai Erzsébet és Sumic István pedagógus festőművész grafikus házaspár pályája. És itt él jelenleg is több tehetséges festőművész, Szejfeld Imre, Rácz József, Tar Erzsébet és Lajterné Csige Juliánna. Julika nemrég rakott fel az egyik közösségi oldalra egy nagyon szép színrajzot, amely Kodály Zoltánt ábrázolja. Egy szép gondolatot is idéz Kodálytól. Az emberiség boldogabb lesz, ha megtanul a zenével méltóképpen élni. És már el is jutottunk egy újabb művészeti ághoz, a zenéhez. Ebben a műfajban egészen elképesztő sikereket értek el, és érnek el újvárosiak. Elsőként kell említenem a műfaj helyi megteremtőjét, a zeneiskola és a fúvózenekar létrehozóját, Adamóczky Bélát. Méltó és tehetséges követői is voltak, vannak Becker Gyula, Takács Erika, Radócz Miklós, Nagy Sándor. Innen indult Katona János, itt kezdett el trombitán játszani Suvicz Gábor. Az a Suvicz Gábor, aki nemrég Artisius díjat kapott, és aki a hazai jazz zenei élet egyik legkiválóbb zeneszerzője és hangszerelője. Itt kezdte pályáját Becker Dávid zongoraművész, aki az elmúlt években Európa legnagyobb hangverseny központjaiban játszhatott egy portugál klavinétossal. Ha már zene és dal, örülünk a tüneményesen tehetséges és rokonszenves Nagy Bogi sikereinek. És örömmel halljuk, hogy egyre több újvárosi muzsikus kap komoly szerepeket az ország legjobb zenekaraiban. Például a Magyar Rádió szimfonikus zenekarában Kis Katalin oba művész. Nem lehet is, nem is akarok szó nélkül elmenni a Becton ifjúsági fúvózenekar és a veterán ifjúsági fúvózenekar és a veterán útörőzenekar mellett. Azt hiszem, az előbb említett fiatal kiválóságok tehetsége zenekarok nélkül nem tört volna utat magának. Büszkék vagyunk rátok ifjúságiak és veterán úttörők. E zenekarok fellépésének óriási sikere igazolja Kodály szavait. A zene mindenkié. És a színpadnál maradva szólni kell a színészetről is. Sós Imréről sok méltatás jelent meg. Bámos László írta róla, 1947 tavaszán egy alacsony növésű, csizmás parasztgyerek jelentkezett a főiskolán, aki tanulmányi idejével együtt összesen nem töltött el 10 évet a pályán, de neve fennmaradt a magyar színészet panteonjában. Sós Imre előtt már volt egy újvárosi színész, az 1852-ben született Csige Lajos. Eddigi ismereteink szerint ő az első balmazújvárosi, aki ezt az életpályát választotta. De nem az utolsó. Most ismét egy felsorolás következik. Olyan, ma is aktív és sikeres színészekről, akik vagy itt születtek, vagy a szüleik, nagyszüleik ma is itt élnek, tehát innen származnak. Kálai Bori, Szarvas József, Molnár László, Csomós Lajos, Posta Viktor, Tar Renáta, Tar Mónika, Jenes Kitti, Vaskovics Kis Andrea, Berettyán Sándor, Berettyán Nándor, Márkus Luca, Szabó Sevestyén László. Ezeknek a fiatal és tehetséges színészeknek nagy része Debrecenben, az Adi gimnáziumban kapta meg a biztos alapokat. Ezúton is köszönet az Adi gimnázium tanárainak, szakembereinek. A népművészet területén is sikerült maradandót alkotnia néhány balmazújvárosinak. Mihalkó Zoltán és Mihalkó Gyula kalapos mesterek nevét és az általuk készített kalapokat az egész országban ismerik és viselik. Petrovics Sándor és családja évek óta sokat tesz a népművészet, a népi játékok, a bútorok textilek népszerűsítéséért. Alkotó emberek, akik nem csak őrzik, hanem továbbadják, továbbfejlesztik a hagyományokat. Ezúton is innen is gratulálunk Petrovics Nikolett textilművesnek, aki előbb Prima Primissima díjas lett, majd megkapta a népművészet ifjúmestere címet. Itt kell szólnom arról az intézményről, amelyről
ahol azt olvastam, kovászként működött és működik ma is a helyi kisközösségek megszervezésében, a városi programok kialakításában és lebonyolításában. Igen, az 1965-ben átadott Veres Péter Művelődési Központról van szó. Ez az intézmény adott otthont művészeti csoportoknak, szakköröknek és kluboknak. Túróci György, Fodor Péter, Kecskés József, Dózsa György és munkatársaik magasra tették a lécet, de az utódok is értékes munkát végeztek és végeznek. És ne feledkezzünk meg a város életében mindig is fontos szerepet játszó pedagógusokról sem. Tudom, ingoványos területre tévedek, amikor kiemelek néhány nevet a sok százból, ezért előre is elnézést kérek azoktól, akiket fel kellene sorolnom, de időhiányában erre nem kerülhet sor. Varga Antal, Kalmár Zoltán, Ferenc János, Csige József, Erdei József, Füsti Molnár Józsefné nevét említem a múltból. Az ő szakmai felkészültségük, elfogadottságuk megkérdőjelezhetetlen. És még egyszer elnézést kérek az elfogultságomért. És rengetegen vannak, akik kevésbé ismertek, de ők is sokat tettek a településért. Nevük összefort Balmazolyas nevével. Így például Rózsa Péter biogazda, Borza János fényképész, Ferenc Jánosné Lenke könyvtáros könyvkereskedő, Suba Sára junior világbajnok kézilabdázó, a Mazsoret csoport, a Hímes Néptánc együttes, a Flamingo együttes, a Moni Band, a 48-as olvasókör, a Rákóczi Népkör, a Németfalusi Közösség mindenkori vezetői és aktív tagjai, és az újvárosi cégekben, vállalkozásokban dolgozó sok kiváló szakember, asztalosok, lakatosok, kereskedők, pedagógusok, népművelők, könyvtárosok, egészségügyi dolgozók, hivatalnokok, közalkalmazottak. Innen az erkéről letekintve is sok ismerős arcot látok, akik megérdemelnék, hogy elhangozzék a nevük. Köszönjük, amit munkájukkal, tehetségükkel Balmazújvárosért, a város fejlődéséért tettek és tesznek. Befejezésül 1975-ben a Magyar Televízió egy több részes dokumentumfilmet készített Balmazújvárosról. Ebben a filmben van egy betétdal, melynek szövegét és dallamát is Burai István tanár úr írta. Költő ilyen fogalmazza meg a Balmazújvároshoz való kötődést. Ebből idézek. Apám kezének erejét, falum, most már 30 éve mondhatja, hogy városom, szívének dobbanását, vérének szívét, színét, álmainak tisztaságát jobban szeretem mindennél. Köszönöm szépen a figyelmüket. Most pedig felkérem Hegedűs Péter polgármester urat, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. Nagy tisztelettel köszöntök minden megjelentet. Elsősorban városunk polgárait, meghívott vendégeinket és a testvérvárosi delegációkat. 171 év. Ennyiszer borulhatott már a tavasz beköszöntével virágba, a magyarok szíve szerte a világban. Sokszor valóban csak a szívek dobokhattak izgatottabban, és a vér száguldhatott gyorsabban az erekben, mert magyarnak lenni tilos volt. Március 15-öt ünnepelni pedig sokszor forradalmi provokációnak tekintették az aktuális politikai hatalmak. De mi most itt vagyunk, és mindig is itt leszünk. Újra és újra összegyűlünk, hol többen, hol kevesebben. Mindenféle áramlatok és vérzivataros korszakok ellenére. Mert mit jelentett 1848-49 az országnak, a magyarságnak? Talán pont ezt a két szót csupa nagybetűvel. Az országot és a magyarságot. A nemzeti öntudatra ébredést és a folytogató külső hatalom lerázását. Rabok tovább nem leszünk. Hogyan élte meg az akkori falunk lakossága a szabadságharcot? Az első kosútos kéziratos újság egy hét késéssel érkezett a faluba. Nagy volt a lelkesedés. Alakult is egy nemzetőr csapat, fehér tarisznyásan és a Petrovics Kovács mester által kiegyensített kaszákkal felszerelve. Tokai Kis, Csige, Zsúpos, Szanka, Gál, Király, Szarvas, pénzes családnevek ismerősen csengnek ma is. A felsoroltak és rajtuk kívül még sok család adott honvédeket a szabadságharcnak. Itt kell megemlítenünk Zavadszky János honvéd főhadnagy nevét. Tudomásunk szerint az egyetlen olyan balmazújvárosi, aki tiszti rangig emelkedett a szabadságharc idején.
A szabadságharc végnapja is rányomták bélyegüket a falunkra. A megdöbbenés, mikor a tiszti, orosz tiszti ruhában felismerték a Semsei földes urat, aki az utat mutatta az idegen hadaknak Debrecen felé. A Debrecen irányába átvonuló muszka katonák kielégíthetetlen étvágya. Egyes korabeli beszámoló szerint még az éppen főzésben lévő szappant is ették, míg rosszul nem lettek tőle. Szekereseket fogdostak össze a faluba, arra kényszerítve őket, hogy vezessék az idegen katonákat Debrecen felé. Elbeszélések szerint Lózs Bálint szekeres gazda látta, amikor látóképnél Nagy Sándor tábornok ágyúi halálosan megsebzik Paskievics herceget, az oroszok fővezérét. Aztán a harcoknak vége lett. Világosi fegyverletétel, a radi vértanúk, megtollás. De itt maradt a nemzeti színű zászlónk. Vessenek egy pillantást a szívük fölé tűzött kokárdára. Ezek a színek ma, amikor a nemzeti ünnepünkkel együtt várossá válásunk 30. évének évfordulóját is ünnepeljük, épp olyan aktuálisak, mint 171 évvel ezelőtt. A piros. Erő, hogy megtartsuk vívmányainkat. Hibáinkból tanulva és azokon felülemelkedve folytonosan megújuljunk, hogy bebizonyítsuk napról napra, itt kell élned és halnod. A fehér, a hűség, a múltunk iránt, hűség a szülőföldünk iránt, apáink által ránk testált hagyatékok iránt, hűség a fiatalon megálmodott célokhoz. A zöld, a remény, a jövőnk reménye. Remény abban, hogy az általunk megálmodott korszellem megfelelő táptalaja lesz az utánunk jövő nemzedéknek. Remény, hogy nem rontottunk mi sem el semmit jóvá tehetetlenül. Remény, hogy hálás lesz az utókor a mi generációnknak is. Az a néhány galamb, amely nem sokára szányra kap, arra hivatott, hogy vigye a magyarság összetartozásának hírét szerte a világba. És ha már bejárják a világot, mutassák meg a kényszerűségből ott élő és dolgozó balmazújvárosiaknak az utat hazafelé. Hazafelé, hiszen mi itt azon vagyunk és mindig is azon leszünk, azért dolgozunk, hogy egy megújult, még szebb és még élhetőbb szülővárossal várjuk őket. Éljen a szabadság, éljen Balmazújváros, éljen a haza. Köszönöm.